Nagy szeretettel üdvözöllek, Pető Bence vagyok, ez a pedig a videótréningünk első videója, mégpedig ami arról szól, hogy hogyan tudod gyorsan és hatékonyan megírni a saját könyvedet. Hogyha tudod, hogy szüksége van az embereknek a te tudásodra, és azt is tudod, hogy ezzel tudnál nekik adni, akkor szerintem kutya kötelességed elkezdeni, megosztani azt a benned lévő információt, tudást, ami nekik adni fog, ami az ő életüket gazdagabbá, kényelmesebbé, eredményesebbé, sikeresebbé, boldogabbá fogja tenni. Tehát én onnan indítanám még egyszer, hogy van-e olyan tudásod, amire az embereknek szükségük lehet, és amit te szívesen megosztanál. Ha erre a kérdésre igennel válaszolsz, akkor a következő kérdés, hogy akkor ezt hogyan is tudom megcsinálni. És amikor ezt eldöntötted, és már nem fordulsz vissza, akkor érdemes már elkezdeni gondolkodni a hogyanon. Mert hogy senki sem várja el tőled, hogy nyelvtanból és irodalomból doktorálj, és olyan könyveket olyan szórakoztató módon írjál meg, mint mondjuk Bulgakov, vagy J.K. Rowling, vagy Ken Follett, vagy akármelyik nagy ismert szerző, vagy irodalmi író. Úgyhogy gondolkodj el azon, hogy egyáltalán mi is akarsz lenni a könyvednél. Te akarsz lenni az írója, aki az első betűtől az utolsóig mindent leír, vagy pedig te egy szerző szeretnél lenni, aki lényegében abban különbözik az írótól, hogy nyilván a benne lévő tudást azt ő fogja adni. Az ő neve kerül a könyvre. Viszont, ugye, hogyha tekinted a könyv kiadásnak, vagy projektnek úgymond a dinamikáját és a miben létét, akkor bizony nem csak egy íróra van szükség meg egy nyomdára, hanem szükség van egy szerkesztőre, szükség van egy lektorra, szükség van egy tördelőre, egy grafikusra, és hogyha igénybe veszed, akkor további árnyékíróra, további szakértőkre is akár. És természetesen a végén a nyomdára. Szóval, hogyha szerzője vagy a könyvednek, akkor az abban különbözik az írástól, vagy az írótól, hogy tulajdonképpen te a könyvkiadásnak a vállalkozója vagy. Az, ami benne szerepel a könyvben, az természetesen a te tudásod. De nem szükséges az, hogy feltétlenül te írd le az összes mondatot. Valahogyan persze meg kell jelennie, és valamilyen módon le kell íródnia egy papírra, hogy ez egy interjú során, egy előadás felvétel vagy rögzítése során, vagy akár rövid beszélgetések, hangfelvételek során készül el ez a nyersanyag, és aztán utána kerül át szerkesztésre, ez már a te feladatod eldönteni, vagy a te dolgod az, hogy erről döntést hoz. De azt szeretném lerombolni, mint egy mítoszt, hogy itt arra van szükség, hogy egy Word dokumentum mögé bekuckózva egy kávéval, vagy nem tudom én, egy délutáni teával elkezd írni betűket, sorokat, bekezdéseket, mondatokat, mert nem biztos, hogy ebben vagy jó, és nem biztos, hogy ha elkezded ezt csinálni, akkor nem törik bele a bicskád. Úgyhogy tervezd meg magát a projektet, és gondold azt végig, hogy igazából te miben vagy jó, abban, hogy egy előadást tartasz, abban, hogy valakivel beszélgetve, és akár egy interjút készítve összegződik az a tudás, összegződik az a tartalom, amit te nyújtasz, vagy egészen más formáját szeretnéd megtalálni annak. Akár az is lehet, hogy már vannak olyan blogbejegyzéseid, amiket elegendő csupán megszerkeszteni, csupán sorba rakni, struktúrálni, és már is ott van a könyv, amit elkészítettél. És hadd ajánljak egy másik megközelítést is. Mert hogy ugye ez abból indul ki, hogy benned van a tudás, és a te tudásodra van szükség ahhoz, hogy elkészüljön a könyv. De hogyha nézed a bal felső sarokban a Megvalósult pilótaálmok című könyv szerzője Gere Tamás, nem csinált mást, mint hogy keresett 13 olyan kisgépes, nagygépes pilótát, vagy szakértőt ebben a témában, akikhez elment egy videókamerával, egy állvánnyal, föltett nekik 7-8-10 kérdést,
és megkaptad a válaszokat, és a válaszokat leíratván, megszerkesztvén elkészült az a könyv, amit 13 szerző tart a saját magáénak, és persze Tamás, aki ugye az egésznek az összefogója, a projektmenedzsere kapocsa volt. Úgyhogy így is meg tudod írni a könyvedet, hogy nem is feltétlenül benned van a tudás, hanem mások tudását használod arra, hogy elkészüljön az első saját könyved. Mennyiben még többet szeretnél megtudni arról, hogy hogyan tudod hatékonyan és gyorsan megírni a saját könyvedet, akkor pedig azt javaslom, hogy regisztrálj 2019. január 17-én esedékes bestseller könyvíró konferenciára. Január 17-e tehát az a nap, amikor az egész délelőtt során igyekszem minél több információt megosztani arról, hogy hogyan tudod hatékonyan, gyorsan elkészíteni a saját könyvedet. Milyen eszközöket, applikációkat tudsz majd felhasználni hozzá, milyen formái vannak egyáltalán a könyved kiadásának, esettanulmányokat, példákat fogok hozni, gyakorlatokat, amik szintén ebben majd segítenek, és nem mellesleg azt is bemutatom, hogy ha úgy érzed, hogy unalmas a témád, unalmas a te bizniszed, akkor hogyan tudod izgalmassá, érdekessé tenni a saját könyvedet. Úgyhogy, ha érdekel ez a téma, akkor 2019. január 17-én találkozunk a Bestseller könyvíró konferencián. Köszönöm a figyelmedet, a következő videóban pedig majd arról fogok beszélni, hogy hogyan tudod nagy példányszámban értékesíteni a saját könyvedet a megírása után.